Beszélgetett a makóiakkal, meghallgatta a problémáikat és megoldást is nyújtott nekik Türmer Gyula, a munkáspárt elnöke a makói piacon. Itt kampányolt ugyanis a párt péntek reggel. Türmer Gyula a vasárnapi választás jelentőségéről beszélt interjújában. Az október 12-i választásokon a munkáspárt az egyetlen baloldali párt. Baloldali párt az azt jelenti, hogy mi a dolgozó emberek mellett vagyunk, a szegények mellett, a vesztesek mellett vagyunk. Végigjártam itt a piacon, látom, hogy nagyon sok ember van, aki néhány száz forintos cipót keres, néhány ezer forintos kabátot keres. Nagyon sok ember van, aki a nyugdíj mellett rászorul arra, hogy itt árulja a kis termékeit. Hát rajtuk kell segíteni. És én azt látom, hogy a mai pártok nem segítenek. Se a Fidesz, se az MSZP, se a többi. Megváltozott április óta a politikai helyzet Magyarországon. Az emberek csalódtak a Fideszbe, de csalódtak a parlamenti ellenzéki pártokba is. Csalódtak az MSZP-be, a DK-be és összes többe. Ne a milliárdosok pártját válasszák az emberek, mondjuk, válasszanak bennünket a munkáspártot. Mi akarunk munkát adni, megélhetést, tisztességes életet. A piaci standoláson jelen volt Popa György, aki az elmúlt ciklusban a Magyar Családi Testület tagja volt, és most is szeretne bekerülni. A mezőgazdaság végigfejlesztésével kapcsolatosan tény az, hogy a tőke csak tőkét támogat, és többnyire a tisztességes haszon fogalma nincsen leszabályozva úgy a vegyszereknél, műtrágyáknál, vetőmagoknál, az értékesítésnél meg ki vagyunk szolgáltatva. Tehát valahol érdekvédelem és garantált felvásárlási ár kellene, akár állattartás, akár pedig növénytermesztés, de ha ezt így csinálják tovább, sajnos tönkre fogunk menni. A multik dominálnak, a multik diktálnak. Az idegenek nem azért jönnek ide, hogy nekünk jó legyen. Szóval beszélünk export bevételekről, a magyar ember csak az éhbérét exportálja. Ilyen legosdít játszunk Kecskeméten, hogy Mercedes meg ez hasonló, 1/8 bérér, amit a német munkás kap, azt megkapja a magyar, hát ezt exportáljuk. Az eseményen itt volt a makói jelöltek többsége, közéjük tartozik Kocsis József, aki a 7-es körzetben indul. Köszönöm szépen mindenkinek, aki a jelölést aláírta nekem, azt hiszem személyesen is megkerestek azóta, hogy igenis, én úgy akarom képviselni városunkat, hogy a hazám, ez a kicsi szűkebb, ez mindig büszke legyen, ha úgy alakul rám, én pedig a városomra. Tulajdonképpen én Makóvárost akarom képviselni.